A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az elmúlt adásunkban Bán Zoltán, a Netmedia ZRT, illetve Portfolio Hu vezérigazgatója, és Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara növénytermesztési és állattenyésztési alelnöke részvételével arról a konferenciáról beszéltünk, ami meghatározta és meghatározza a következő évek agrárgazdaságát. Most folytatjuk ezt a beszélgetést immáron Zászlós Tiborral. Tisztelettel köszöntöm. Tiszteletem minden kedves. Ugyanakkor az első kérdés az, egy friss hírünk van, relatíve friss hír. Nagy István Brüsszelben járt természetesen az Európai Bizottság előtt, az Európai Agrárminiszterek tanácsa is tárgyalt, és az volt a kérdés, illetve a kérés, hogy aktiválják a mezőgazdasági válsághelyzetek kezelésére létrehozott mintegy 450 millió eurós mezőgazdasági tartalékot. Ebben egyetértettek a gazdák, sok mindenben nem értenek egyet, de ebben mindenképpen. És hát a tárcavezető úgy fogalmazott, hogy bízik abban, hogy a vita után az Európai Bizottság aktiválja ezt az összeget. Miként vélekedik, erre szükség van? Abszolút szükség van erre a pénzre, hiszen minden egyes gazda, aki tudja, hogy jön a villanyszámla, egyértelmű, hogy gázolajért fizetni kell a kutakon, sőt, mi több, ha hozzák, akkor is, tehát saját tárolóban, és nincsenek haladékok. A mezőgazdaságban pedig tudjuk jól, hogy a termelési ciklusok olyanok, hogy tesszük bele az input anyagokat, tesszük bele a költségeket, és majd megkapjuk a végén a pénzünket az áruért, akár állati, akár növényi termék legyen az. Tehát a finanszírozás kulcskérdés volt mindig is, és most, amikor az időjárási anomáliák, amikor a kereskedelembe levő probléma a köröktől kezdve a háborús inflációig rengeteg dolog sújtja a gazdát, akkor az, hogy pénzügyi lehetősége legyen a túlélésre, a jövő évi alapok megteremtésére, az állatok takarmányozására, tartására, ez rendkívül fontos. Igen, hát a növénytermesztés, állattenyésztés, zöldség és gyümölcspiac mind-mind megszenvedi az input anyagok drágulását, megszenvedi a háborút, megszenvedi azt az árrobbanást, ami ugye bekövetkezett az elmúlt időszakban. És hát ugye ez a konferencia arra is szolgált, hogy külön szekcióüléseken megvitassák. Melyek voltak azok az alapvetések, amelyek eredményt hoztak, amelyeket megosztana velünk? Hát számtalan témakörbe volt konszenzus. Többek közt konszenzusos megoldásra került az, hogy a piacgazdasági körülmények között mindenki azt mondta, hogy az ársapka az hát egy nem szabad piaci megoldás, ezt pontosan tudjuk. Tehát egy piaci viszonyok közt ennek a nagyon hosszú ideig való fenntartása adott esetben torzítja a piacot. De egységesen mindenki egyetértett azzal, hogy a kevesebb anyagi jövedelembe részesülők, vagy keresettel rendelkezők havonta mindegy 20-25 ezer forinttal kell kevesebbet fizetniük az ársapka miatt, és vonatkozásába, vagy okán az élelmiszereké. És ezért azt lássuk be, hogy ez nem kevés. Ez nem kevés, és igenis fontos minden egyes magyar állampolgár, hogy ezt a nem könnyű időszakot, ezt a háborús inflációt a lehető legkevesebb sérüléssel vészeljék át. Tehát amikor
Van egy kormányzati intézkedés, aminek persze közgazdasági, piacgazdasági szempontból lehetnek ellenvetései, akkor igenis az össztársadalmi érdekbe konszenzus születik, és az ott levő agrárium résztvevők is azt mondták, hogy ha nem is így fogalmazva, de nagyjából, hogy egy szükséges olyan állapot, ami emberek megélhetését, és nem a szegény sorba süllyedését biztosítja, és hát nyilván egy állatmeneti intézkedést jelent, nyilván addig, amíg ezek a közgazdasági körülmények fennállnak. Tehát ebbe a való konszenzus egy nagyon fontos eleme volt, hiszen tudjuk jól, hogy ez az ársapka sokféle reakciót váltott ki társadalom szerte, és én semmiképpen nem akarok politikai, gazdaságpolitikai kérdésekbe, ilyen értelembe belemenni, de ott is többféle szempontrendszer alapján került ez átvizsgálásra. A másik az energia. Maga az energia kérdés, hiszen azt azért látnunk kell, hogy amikor bennünket sok mindenért kikiáltanak, és sok mindenért hát korholnak az Európai Unió részéről, akkor ott azért világosan megmutatkozott, hogy Magyarországnak a energia, elektromos áram, energia termelése 49,8%-ba ugye az atomenergián alapszik. Nagyon meglepő sokak számára, de 24,9%, tehát negyede gyakorlatilag alternatív energián alapozódik, és a szénhidrogének vonatkozásába van a másik rész, igazából a gáz és a különféle fosszilis energiáknak a felhasználása. És amikor a gázra rámegyünk, akkor ugye azt látjuk, hogy 15%-ban vagyunk csak önellátóak, remélhetőleg ez növekedni fog itt a becsés közelébe feltárt gázlelőhelyek vonatkozásába, és igazából olyan 100 milliárd köbméter az a fogyasztás, 100,2 egyébként, de most nem ez a lényeg, és ebből 15 milliárd a saját kitermelés. Tehát részbe tudunk valamit javítani azon az állapoton, ami a gázár hát nagyon nagy mértékben emelkedett az európai tőzsdei piacokon, vele együtt ugye a műtrágya termelés és árak vonatkozásába is van. Amit megint úgy megemlítendő, és ez megint nem ilyen általánosan ismert adat, hogy ma Magyarország összes mindenféle energiát figyelembe véve energiafelhasználása nagyjából olyan 181 petazsúl, a peta az 10 a 15-en, tehát igen magas szám ilyen értelemben, petazsúl, és ebből 31%, tehát Moszkva 60 petazsúl energia a alapanyagtermelés, mezőgazdasági alapanyagtermelés, és élelmiszerfeldolgozás használja el. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a két ágazat, mezőgazdaság és élelmiszeripar, amelyiknek ugye a GDP részaránya, tudjuk jó, hogy hol van, de hát más szempontból társadalmi rendkívül fontos ágazatokról van szó, 31%-ot viszel ebből az energiából. És hát mindaz az ipari termelés és lakossági fogyasztás, ami ezen fölül van, azt teszi ki a másik kétharmadot. És ez csak később térül meg. Tehát ebből látszik az, hogy micsoda iszonyatos költségtöbletet jelent.
gyakorlatilag az agrárium számára az energia áraknak a teljes elszabadulása, hiszen a műtrágyagyártás és egyéb növényvédőszer az nem is ebbe a kategóriába tartozik, a 31%-ba. Tehát az másik területen van, és a másik ipari területről való különféle inputanyagok vonatkozásába gyűrűzik be hihetetlen nagy áremeléssel, hasonlótos módon, mint az energia, azokba az alapanyagokba, amibe hát szinte nem lehet utána menni a boltokban levő élelmiszer áremeléssel, amit már így is, ugye ezzel kezdtünk, hát igencsak megsínlenek különféle társadalmi rétegek, és hát minden ember, aki látja ezt a nagy áremelkedést, és ezzel egyáltalán csak azt akarom mondani, hogy nem arról van szó, hogy az élelmiszer áremelkedésekkel a gazdák a legvégeken hihetetlen nagy hasznokra tesznek szert, hanem örülnek, hogyha ezeket a aszály okozta időjárási anomáliákat, a háborús inflációt, az energiaárak elszabadulását, és most hagyd ne soroljak különféle állati betegségeket, ugye az ASP-től kezdve sok minden madárinfluenzáig való korlátozást, túl tudják élni. És hogy mennyire változik ma a mezőgazdaságnak az arculata is, és itt a környezetvédőkről is kell beszélnünk. Nem szabad elérkeznünk oda, ahol a ludágazat van. A ludágazat, hát emlékezzünk vissza, tóltermelés, liba, májtermelés. Megszűntek. Betiltásra kerültek, nem téphetjük ugye a ludat nem lehetett. Tehát megszűntek olyan kézi munka erőre alapozott, hagyományosan Magyarországon meglevő tevékenységek, és hát tudjuk, hogy a ludágazat nem meghatározó, de előbb-utóbb, uram bocsánat, nem lenne célszerű, hogyha nem emeljük fel a szavunkat, akkor a tojástermelés, sertés tenyésztés és tartás hasonló sorsa juthatna. Igen, már van ráutaló magatartás egyébként a zöldítő program keretében, mint tudjuk, tehát a kertetes tartás már megszűnt, nyilvánvaló, hogy ez előbb-utóbb tovább gyülemlik, folyamodik. És pontosan ezért hadd kérdezzem meg, hogy az az agrártámogatási rendszer, amit a kormány a következő időszakra tervez, az egyedülálló. Én azt gondolom, az nagyon-nagyon sokat segít mindenképpen, annak tükrében is, amit ön már ide, az imént itt felsorolt, de ez még mindig kevés, ha úgy tetszik. Mert ezt észszerűen, tudatosan kell felhasználni, és nyilvánvaló, hogy a nagy gazdák, a nagy gazdaságok ezt megtehetik, viszont a sok-sok kikötés a következő időszakban mennyire fogja hátráltatni a kis gazdákat? A 80% nemzeti finanszírozás, ez igen nagy lehetőséget biztosít az agrárium számára az elkövetkező 5 év vonatkozásában. Viszont a kisebb gazdaságoknak a fellendülése és pénzügyi finanszírozása az nagyon előtérbe van minden kormányzati ciklus tekintetében, viszont nemigen kerülhető majd el az a fajta szövetkezés, együttműködés, amelyik a költségeket racionalizálja. És beszéltünk már itt arról, hogy a szövetkezés mindig valamiféle kényszer hatására következik be. Itt a piaci kényszerekről és nem politikai kényszerekről beszélek, azt most felejtsük ilyen értelembe el. A 20. század közepén volt rá példa, senki nem kívánja ilyen értelembe vissza. Viszont a gazdasági tényszerűség, kényszerűség, ami most például az energiaárak vonatkozásában is megmutatkozik, ez könnyen megesik, hogy együttműködésre készteti a gazdasági egységeket. Hiszen tudjuk jól, hogy az energiahálózatunk felújítása országosan elmaradt, tehát
az alternatív energiák befogadásának a képessége korlátozott, emiatt a szigetszerűen működő energiaközösségeké véleményem szerint a jövő. Tehát igenis, ahol tud egy falu közössége a ott levő gazdálkodó egységgel, vagy több gazdálkodó egység, amikor más-más időpontban használja az energiát, egy olyan energiaközösséget létrehozni, ahol az önellátás a legfontosabb rész, és csak részbe van visszatáplálás, vagy a központi részről való energiafogyasztás, na ez az, ami valamilyen módon meg fog erősödni. És amikor, hát most már több mint másfél évtizede, én úgy fogalmaztam, hogy a magyar tanya az tipikusan egy pozitív példa a tekintetbe, hogy ökológiailag, ökonómiailag és energetikailag egy zárt egység volt. Egy zárt egység volt, ahol ugye a hulladék kibocsátás a nullával volt egyenlő. Ahol nem kellett szinte bevitt energiát vinni, hát most nem csak azokat a részeket nézzük, ahol még áramellátás sem volt, de maga a példa, tudom azt mondani, hogy igen, ezekben a szigetszerű működésekben, ha energia után ezt a ökológiai, ökonómiai körforgás, tehát a különféle anyagoknak a körforgását meg tudjuk valósítani, az újrafelhasználás tényét. Itt most a biogáz erőműtől kezdve most hagyd ne soroljak minden dolgot, ahol a keletkező hulladékot, foszilis anyagokat újra felhasználjuk, ha más nem talajtakarásra, és nem akarok én most részletekbe itt bocsátkozni, lehet, hogy egy külön műsort is megér ez adott esetben, akkor eljuthatunk idáig. És eljuthatunk egy közösség, egy együttműködés kialakításáig. Tehát lehet, hogy nem a tészek, bészek, kereskedelmi együttműködés alapján lesz egy kialakuló újféle struktúra a mezőgazdasági üzemek és különféle szereplők együttműködésére, hanem nagy valószínűség szerint energetikai alapon. És ez nagyon fontos lehet, ez a felismerés a tekintetben, hogy igenis, ebből is látszik, hogy tudásvezérelt gazdálkodásra van szükségünk. Tudásvezérelt gazdálkodásra, és ami nem nélkülözheti azt a mezőgazdaságba vetett hitet, állattenyésztőnek az állatszeretetet, növényszeretetet, ami minden mezőgazdálkodóban megvan, az, hogy életforma számára mindez a munka, de igenis nagyon fontos, hogy ez a tudásvezéreltség, ez ott legyen. Ott legyen, mert ezáltal lehetünk a későbbiekbe, Európába is, a világba is, és hazánkba is az elsők között, még ugye a magyar ágazati rendszerbe is, amelyik meg tud újulni, amelyik biztonságosan tudja az élelmiszert a polgárok asztalára tenni. Annál is inkább így van ez, mert hogy erőteljesen megnőttek a minőségi követelmények szerte Európában. Ugye ezt tapasztalhatjuk, és szerencsére mi ilyen értelemben az élen járunk, hiszen most nem sorolok fel élelmiszereket, ami összehasonlíthatatlanul jobb már, mint a magyar termék, mint bármelyik európai. Ezt ugye meg kell tartani. De ezt is, tehát ezt ne erőltetni nem lehet, nyilvánvaló, hogy felkészült agrárszakemberek kellenek ahhoz, hogy ez így maradjon. Igen, és vannak piacaink, amit meg kell őrizni. Tehát ha már évvégén vagyunk, akkor látni kell, hogy zöldborsó termesztésbe, ugye az exportorientáltságunk továbbra is meghatározó, 18,500 hektáron termelünk zöldborsót, ez nyilván öntözött körülmények között lehetséges, csak a legtöbb ugye a Hajdú-Bihar megyébe. Váltásként, ugye úgymond másodvetésként, de hát ez főnövény gyakorlatilag mind a kettő, tudjuk a csemege kukoricával folytatni. A csemege kukoricába
31 ezer hektár a 22 évben elültetett és betakarított mennyiség. És bizony Európa meghatározó exportőrei vagyunk. De soha ne felejtsük el, hogy franciák, spanyolok ott loholnak mögöttünk, és Franciaországban nagyon erőteljes csemegekukorica fejlesztéseket eszközölnek, hiszen az a kanadai, amerikai piac, ahova mi szállítunk, az nagyon csábító más számára is. Tehát amikor először, és itt fontosak azok a tárgyalások, amit Brüsszelbe történtek a minisztérium részéről, hiszen az elején az volt, hogy nem szabad két évben egymás után termelni a zöldborsót és kukoricát, mert az monokultúra lesz. És sikerült elérni azt, hogy lehet, hogyha a másodvetésű növény nem azonos fajta családból van, ami a főnövény volt. Tehát most teljesen mindegy, hogy mit nevezek ilyen értelemben főnövénynek, de hát nyilvánvalóan az először elvetett és betakarítottat. Nyilván a borsó és a kukorica az nem azonos fajkörből tartozik ilyen értelemben. Tehát így ennek a termesztési feltétele ilyen értelemben megmarad. Az öntözésnek a bővítése pedig tudjuk jól, hogy stratégiai kérdés. Akár itt a konferencián is ezt Farkas Sándor úr egyértelműsítette, az öntözés fontosságát és az ebbéli fejlesztéseknek a kialakítását. És energetikailag is alternatív energiával, ahogy ezt a múlt alkalom is elmondtam, lehetséges ennek a kieszközlése, megvalósítása. Most már a médiában is mind többet hallunk arról, hogy a csongrádi vízlépcső a Tiszán meg kell valósítani. És igenis a társadalmi tudatba az agrárium résztvevői kell, hogy ezt hangoztassák. Mert ahogy említettem már, a Tiszatónak a kialakítása a környezetvédők okán ma nem lenne megvalósítható. Az más kérdés, hogy a környezetvédők, természetvédők pedig buzgón emlegetik, hogy Európa második legnagyobb madárvonulásának a helyszíne és természetvédelmi terület és minden egyéb, amit ma nem járulnának hozzá. Tehát fontos a tudás alapon az a fajta racionális gondolkodás, amelyik biztosítja és biztosíthatja azokat a fejlesztéseket, amelyek eredményessé tudják tenni a magyar gazdának nem csak a létét, hanem a jövőjét is. Történjék így. Köszönöm, hogy megtisztelt. És természetesen ezt a beszélgetéssort folytatjuk majd, kedves nézőink. Most azonban önöknek is köszönöm a figyelmet. Az Agrárinfót látták, vendégem Zászlós Tibor volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.